semmi sem jelentett semmit, csak a kislányom. Nelson és Beverly Toranzo élete teljes fordulatot vett, amikor 3 éves lányuknál olyan betegséget állapítottak meg, amely nyitott szívműtétet igényelt. Nincs arra szó, hogy mennyire nehéz volt. Nem lehet leírni szavakkal. Nelsonnak saját cége volt, kerítéseket épített, de az orvosokhoz járás és a kislányáért való aggódás miatt nem nagyon tudott a munkájára figyelni. Nelson szétesőben volt, és a cég is küszködött. Óriási nyomás alatt volt. Nelson és Beverly imádkoztak a műtét sikeréért, és azért, hogy a kislányuk felépüljön. Amikor az orvos kijött a műtőből, és azt mondta, minden rendben, azonnal megköszöntem Istennek. De cége nem épült fel olyan hamar, mint a gyerekük. A házaspár felélte tartalékait, és Nelson másodállást vállalt. Még a legsötétebb időszakban is dicsértem Istent. Volt valamennyi bevételünk, ha nagyon kevés is, de azt megköszöntem neki. Egy nap a 700-as klubot nézte. Egy olyan házaspárról volt szó, akiknek volt egy lányuk Kínában, akin szívműtétet kellett végrehajtani, és ennek a családnak nem volt rá pénze. A 700-as klub pedig kifizette az egész műtétet. Ez egy életveszélyes betegség volt. De ez a történet nagyon közel állt hozzám. Nelson már eddig is fizetett tizedet, és bár anyagilag küszködtek, úgy döntött, a 700-as klubnak is adakozik. Milyen elképesztő, hogy pár dollár, amit adok, hozzájárul ehhez az ügyhöz, és megmenti azt a kislányt. Úgyhogy benne voltam. Néhány héttel később hazafelé tartott. Arra éreztem késztetést a bensőmben, hogy kimenjek a következő kijáraton. Aztán jobbra néztem, és egy hatalmas építkezést láttam. A bensőmben arra éreztem ösztönzést, hogy parkoljak le ott. Nelson bemutatkozott a fővállalkozónak, és felajánlotta szolgáltatásait. Azt mondta, épp arra készültek, hogy kerítést vegyenek, és hogy adnék-e neki árajánlatot. A cégünk történetének legnagyobb munkája lett ebből. A munka több mint 100 000 dollárt hozott, és helyre billentette Toranzóék anyagi életét. Ma remekül megy az üzlet. Malakiás azt mondja, bízzatok bennem. Megtöltöm a raktáraitokat csordultig. Mindenkit arra bátorítok, akit pénzügyi kihívások érnek az életben, hogy vidám szívvel adjon. Ha hűséges vagy, ő sokkal többet ad vissza. Isten hűséges. Benne megbízhatsz.